Mikor éreztétek azt, hogy megvan a főtábla? Hát én azt gondolom itt az utolsó negyedbe. Tehát itt az idegenbeli mérkőzés utolsó negyedébe. Ugye az első mérkőzésen is a 15 pontos for azért az olyan pengejelen táncolt, hogy mire is lehet számítani. Ugye utazzunk, hosszú utazás, idegenbeli mérkőzés, csak tapasztaltabb az ellenfél, mint mi vagyunk. Úgyhogy nagyon komolyan kellett készülni az idegenbeli mérkőzésre is, de ahogy láttuk, hogy végig meccsbe vagyunk, és gyakorlatilag egál a mérkőzés, hol ide, hol oda billen. Itt látni lehetett a negyedik negyedben, hogy itt nem lesz 15 pontnál nagyobb különbségű veresség, és akkor kezdtük szerintem úgy érezni, hogy meg lesz ez a párharc, és akármi történik, tovább jutunk a csoportkörbe. Hogy élted meg ezt az egészet? Egyrészt pályára is kerültél, másrészt meg hát tovább jutottunk, és újra meccset nyertünk. Kellemes csalódás volt, mert amennyire izgultam, annyira jó érzés volt felmenni a pályára, és nagyon jó esetben lányok támogattak a pályá széléről. Volt benned bármilyen kétség a továbbjutás felől, mondjuk amikor 8-10 pontokkal elhúztak a svédek? Én nagyon bíztam benne, hogy tovább jutunk, és sikerült is, és szerintem a csapatnak egy nagyon nagy motivációt ad a további munkára. Szerinted hogy lehet egy ilyen őrült tempóban frissen tartani a csapatot? A siker és a folyamatos fejlődés szerintem a csapat át tudja lendíteni a mélypontokon, és a stáb is figyel ránk, és próbálunk mindig rehab edzéseket tartani. Érzed, hogy több felelősséged van, mint tavaly? Igen, igen, érzem. Főleg védekezésben érzem ezt. Ez miben nyilvánul meg? Hát az edzőkérésekből, hogy esetleg kapok egy olyan védői feladatot, amit teljesítenem kell, vagy támadásban is kaphatok ilyen feladatokat. Például UMA-ban is, mintha az első fél idő végén beküldött volna Krisztián ugye egy védekezésre. Igen, igen, ez történt. Hát az elején nagyon izgultam, mégis az első meccsem volt, de próbáltam mindent megtenni, hogy jól csináljam a feladatomat. Most jön egy olyan hét, ahol hát ismételten 3 mérkőzésünk lesz, de természetesen ebből ugye 2 hazai pályán játszunk, és próbálunk úgy felkészülni, hogy mind a 3 mérkőzést szeretnénk megnyerni, és plusz pozitívum lenne, hogy úgy indítanánk a bajnokságot, hogy 4 győzelemmel, úgyhogy nem lesz könnyű egyik mérkőzéssel, úgyhogy nagyon fókuszáltnak kell lennünk, teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, és bízom benne, hogy akár egy nagyobb rotációval is, mint ugye itt a 2 svéd mérkőzéssel tudunk játszani, és mellette tudunk diadalmaskodni. Keresd fel weboldalunkat! Kövess minket a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on, sőt már a TikTokon is ott vagyunk!